harmadik Figaro videóverseny. És most összesítünk, mert hogy összeül a zsűri, és mindannyian megnevezünk három darab versenyzőt, akit a legjobbnak találunk. Aztán pedig összesítünk, hogy kire hány szavazat jön, és a legtöbb szavazatot kapott... Szia, Roland! Szóval a három legtöbb szavazatot kapott versenyző, az bizony... Továbbjuk. Szóval nézzük, hogy ki kire szavaz. Tudod, az első emeletben. Sziasztok! Nekem mindegyik tetszett. Az alapján döntöttem, hogy miben volt valami kis eredetiség, úgyhogy a nevek a következők, hölgyek előre, tehát Budai Laura az én egyik választottam. Nekem tetszett, hogy talán ő volt az egyetlen, aki valami koncepció köré építette a videóját, és külön tetszett az, hogy nem sokat beszélt a videó közben. Ez talán egy picit előnyös. Szabó Csanád a másik. Nagyon ötletes volt, hogy egy ilyen élő fellépés közben bemutatott trükköket vette föl és vágta össze. És hát az utolsó pedig a Demeter Róbert lenne, aki szerintem nagyon aranyosan és kedvesen adta elő a trükkjeit a láthatatlan segítőjével együtt. Azt mondja, hogy az első Tóth Roland. Roland nagyon szépen és elegánsan dolgozott, gyönyörű kártya, illetve érme rutinjai voltak, ráadásul a hangulat is igen jó volt, felidézte a szocializmus szakszervezeti üdülőit, és ennek egyik teraszáról jelentkezett, ez különösen jól nézett ki. Aztán ott volt Demeter Robert, aki egyébként a jövő David Williamsonja. A Joker, nagyon szépen köszönöm! Ez volt az, ugye? Ez nem az én kártyalapom volt, nem. Hihetetlen milyen jó dumája van ilyen fiatalon, és egyébként rögtön természetfeletti erőket is bevont a műsorába, hiszen egyszerre lépett fel Szűz Máriával és Jézussal. Ráadásul egyébként Robi nagyon jól tolja, mert rögtön definiálta, hogyan is szoktak vásárolni a bűvészek a közértekben. Na most a bűvészeknél ez így nagyon fontos. Hogyha nagyon éhesek, akkor elég a boltba bemenni. És a harmadik továbbjutóm, Szabó Csanád. Azt hiszem, hogy nem is kell többet mondanom. A neve az mindent elmond. Nézzük az elmúlt fél évszázad híres magyar bűvészeit. Azt mondja, hogy Szabó István. Szabó István. Szabó István. Szabó Gábor. Mindegyik Szabó. Úgyhogy Csanád, hajrá! Ez már a Szabó család. Az első választottam Szabó Csanád, akinél nagyon tetszett, hogy valódi közönség előtt vette fel a műsorát. Egy igazi jó pörgős videó, színpadi bűvész elemekkel nagyon tetszett a Figaro-s régi táncolóbotnak a használata. A második választottam Kese Márton, nálad nagyon tetszett a Wow Card, Cardbox, illetve megjelenő varázspálca variációd. Igazából talán az egyetlen trükk volt a varázspálca megjelenése, ami az egész videóverseny alatt abszolút meglepett, tehát ezt tényleg nem láttam jönni. Illetve szintén szeretném szavazatommal támogatni Budai Laurát, róla már ugye értekeztem egy külön videóban, talán a legkreatívabb koncepció az övé itt a mostani versenyben, nagyon jók a felvételek, nagyon jók a vágások. Sziasztok, az én három nevem Tóth Roland. Ez csak kettő. Szóval Tóth Roland, Szabó Csanád és Budai Laura. Gratulálok. Szabó Csanád nekem nagyon tetszett az öltöny, meg az egésznek a koncepciója. Ez a lassított buborék, ez azt hittem, hogy megvárod, míg az összes leesik. A Magyarország térképet nem értettem. Szépen, tehát így megadtad a módját az előadásnak. Laura, hát... te leszel a következő stájúdit, én már látom. Nagyon tetszett, hogy HD kamerával vettétek fel az egészet a konyhában. Jó volt az ötlet, jó volt. Kicsit tettem volna bele többet, mondjuk balzsamecetet, mert az minden háztartásban megtalálható.
Örülök, hogy megtaláltad végre önmagadat. Akkor... Konyhában. Tóth Roland, amilyen lassan beszélek, én olyan gyorsra te kezed. Azon gondolkoztam, hogy vajon az elején az a Mexican turnovernél csak így szivac és három jolly van. Vagy tényleg megcsinálod. De hát én úgy döntöttem, hogy a te produkciódra 10 rozsomárkot adok. Nekem a láva fontos, nem a lóvé, úgyhogy engem ne tegyél lóvá. A három legtöbb lájkot kapott versenyző, akik bejutottak a döntőbe, sorrendben Molnár Máté, Mendi Milán és Regensburger Ervin, illetve Pető Andris. És azok, akik általunk, tehát a zsűri által jutottak be a döntőbe, azok... Szabó Csanád, Budai Laura, és szavazat egyenlőség volt Tóth Roland, illetve Demeter Robert között, és úgy döntöttünk, hogy ilyen eddig még nem fordult elő a videóversenyek történetében, hogy úgy döntjük el, hogy melyikőjük jut be a döntőbe, hiszen csak egy valaki juthat be e kettőnél közül, hogy megnézzük, hogy melyik kapott több lájkot. Így pedig Tóth Rolandé a megtiszteltetés, hogy ott lehet a döntőben. Robertnek is ettől függetlenül gratulálunk. Szóval, tehát Szabó Csanád, Budai Laura és Tóth Roland, ők hárman vannak benne a zsűri által a döntőben. Na de hogy, a hat döntősnek mi a feladata a döntőben? Hát egyrészt egy újabb videót készíteni, és ami az izgalmas, hogy mindezt jövő péntekig, tehát a Figaro videóverseny döntőjéig kell megtenni, amikor itt élőben dől majd el a bűvészbolt éjszakáján, hogy egyébként egészen pontosan kinyer. Szóval november 13-a bűvészbolt éjszakája. Itt derül majd ki. Addig kell elkészíteni a második videót, amihez viszont adunk néhány ajándék kelléket, és ezekkel kell valami bűvészkedni. Na nézzük ezeket a kellékeket. Először is egy mental die. Így van. És egy the fabulous egg. Szóval egy tojásos párlapos trükk, illetve egy mental die. Ezzel a kettővel kell valamit csinálni. És lehet kreatívkodni, azokat várjuk igazán, hogy egy picit a rendes lejátszáson kívül tessék vele játszani, hogy aztán igazán különleges legyen a dolog. Szóval tessék egyedit alkotni, ez a felhívás lényeges. Srácok, akartok-e még valamit mondani? Nagyon ügyesek voltatok. Tényleg gratulálunk. Várjuk a videókat.